könnyebbsége a szülőknek, orvosoknak, vagy pedig még nehezebbé teszi az eddigi jól működő papíralapú igazolást most leváltó elektronikus rendszer. Mi már tesztüzemmódba próbálgatjuk ezt a Kréta rendszert, ami azt jelenti, hogy az EST-ben való csatlakozás után mi az igazolásokat ebbe az online formába tudjuk feltölteni, illetve elküldeni, ami azt eredményezni, hogy az iskola és az óvoda fogadja az igazolásokat, tehát nem kell papíralapon nyomtatni, nem kell a szülőnek eljönni az igazolásért, csak ellenőrizni azt, minden betegnek mondjuk is, hogy kérdezze rá, hogy megérkezette. Szakmabeli visszajelzések alapján még nem annyira zökkenőmentes ez az új igazolási forma. Ez az igazság, hogy még döcög. Nálunk például egyik nap működött, másik nap nem működött. Az óvodásoknál egyáltalán nem működik még, az iskolásoknál meg így változó. Dr. Barna Györgyi szerint megoszlanak a szülői vélemények, bár a témával kapcsolatban még kevés a tapasztalat. Nekünk a szülők, akiknél sikerült beküldeni ezt az igazolást, azok örültek. Azoknak könnyebbséget jelent. Van szülő, aki azt mondja, hogy ő neki saját magának sincs hozzáférése a Krétához. Úgyhogy igazából még olyan kevés tapasztalatunk van, hogy még nem tudom azt mondani, hogy most kinek jó ez igazából. A házi orvos elmondta az előnyeit és hátrányait az új igazolásos folyamatnak. Nekünk abból a szempontból biztos, hogy jobb, hogy nem kell nyomtatgatni az igazolásokat, viszont szépen növekszik ugye a betegforgalom, és megyünk bele a csúcsidőszakba, és hát nekünk vannak olyan aggodalmaink, hogy amikor ugye 80-90-100-as betegforgalom van, akkor nekünk ez azért egy kicsit meg fogja lassítani a dolgunkat, vagy a munkánkat, úgyhogy nekünk nem biztos, hogy ez annyira nagy könnyebbség, mint amennyire gondoltuk. A szisztéma még szinte ismeretlen, időbe telik, mire teljesen átlátható és könnyen kezelhető lesz.